Szia, szeretettel üdvözöllek, és megkérlek, hogy mutatkozz be. Nevem Földi Imre, szülésznőgyógyász vagyok, jelenleg házi orvoslásba váltottam át, és Máté Szalka mellett egy körzetben dolgozok, egy 2500 lélekszámos vegyes körzetben dolgozok, mint házi orvos. Én azt szeretném tőled megtudni, hogy mi visz egy úgymond hagyományos medicinával dolgozó orvost rá arra, hogy részt vegyen a germán gyógytudomány tanfolyamon? Hát a germán gyógytudomány tanfolyam, ezt köszönhetem annak, hogy az unokaöcsém Németországból hazautazott direkt ezért, hogy részt vegyen egy tanfolyamon, és akkor nagyon felfigyeltem erre a kollégát, Budai doktort régebbről ismerem személyesen, és én is utána néztem, hogy mivel foglalkozik, mi a tárgya ennek a továbbképző tanfolyamnak, és úgy ítéltem meg, hogy mint egyéni ember is nagyon nagy hasznát vehetem ennek az egész tanfolyamnak, és mint orvos hasznosíthatom a mindennapi gyakorlatomba ezeket a megtanult dolgokat. Azt mondod, hogy a germán gyógytudománynak helyét és szerepét látod a normál magyarországi orvoslásban? Én úgy érzem, hogy ennek már régen szerepe volna, és már régen hasznosítani kellett volna itt Magyarországon, mert nagyon jónak találom abból a szempontból, hogy mélyebben leássa problémák gyökereihez, megtalálja a betegségek lelki vetületeit, és onnan kezdi tehát az eredettől, az októl kezdi kezelni, és akkor így okozat meg lehet szüntetni a betegséget. Könnyen megtanulható, gyakorlatilag nem kell nagyon sok gyógyszert szednie az embernek ahhoz, hogy meggyógyulhasson. Az embernek a hitét kell megerősíteni, mint ahol az életben is minden területén azért fontos az, hogy az embernek legyen önbizalma, higgyen saját magába. Tehát ez a medicinának a terápiás palettáján egy bizonyos helyet elfoglaló rész. Nem is kicsi, mert gyakorlatilag nagyon sok és nagyon súlyos betegségeknek az oka pszichés, lelki, eredetű, és ha az okát nem találjuk meg, az nagy probléma. Ezt azért is mondhatnám, hogy egy általános házi orvosi rendelésen, ahol ilyenkor téli időszakban megfordul mondjuk 80-tól 120 vagy 140 beteg egy nap, plusz még ügyelet is utána, hát nem jut idő arra, hogy egy orvos, ha még ezt a területet is ismeri, hogy részletesen el tudja magyarázni a betegeinek, hogy ez mit jelent, hogy ezzel mit ér el, ezzel milyen könnyen meg is gyógyulhat olyan betegségekről, amikor hát megvan a diagnózis, és hát sokszor sajnálatosképpen olyan, hogy is mondjam, kiméletlenül az orrába vágjuk mi orvosok a betegnek a kegyetlenül a diagnózisát, és akkor ez már lerakja a cöveket és a kerítést oda, hogy ne tudjon kiszabadulni a betegségéből. Mit szólsz az az elképzeléshez, hogy vannak olyan orvosok Magyarországon, akik a diagnosztizáláshoz, a mélyreásáshoz tökéletesen használják a germán gyógytudományt, és vannak kvázi nem fizikailag melléjük rendelve pszichológusok, akik viszont a megoldással foglalkoznak? No, hát ezt gyönyörűnek találom, és nagyon jónak találom, mert egy orvosnak is van bizonyos részig ilyen
pszichiátriai, pszichológiai intermezzója, hogy is mondjam, amit hozzáad a kezeléshez, de itt azért a mélyebb dolgokhoz szükséges egy pszichológus. És ez a team, ez a jövőben nagyon jó meg tud gyógyítani millió embert. Véleményed szerint számít-e az az embereknek, hogy ezt a germán gyógytudomány nevű csodálatos tudományt nem egy más szakmájú embertől hallják, hanem egy orvostól? Hát én ma azért vagyok itt ezen a továbbképző tanfolyamon, hogy első kézből egy orvos kollégám szájából hallhatom ezt az egész mindenséget, mert az sokkal hitelesebb, mint egy laikus szájából. Hát félreértés ne történjen, laikust azt úgy nevezem, hogy nem orvos, viszont az lehet egy jól képzett mérnökember vagy tanárember, de mégis nem ezen a szakterületen dolgozik, és a problémákat nem ismeri mélyebben. Úgyhogy a kollégám ezt nagyon szépen fölvázolja és adja elő, és ez a germán medicina, ez aranyat ér, így ahogy van, alkalmazni tudom, már a holnapi napon a rendelésemen már alkalmazni fogom. Nem mondom, hogy minden betegnél, mert ez lehetetlen, de hogy 2-3 betegnél becsempészem, hogy segítsek rajta, ez biztos. Magyarán szóval egyetértesz azzal, hogy ha ezt valaki alkalmazni akarja, és nem csak ismeretterjesztő jelleggel megmutatni az embereknek, hanem gyógyítani akar, terápiát akar végezni vele, annak bizony szükségesek a mélyreható anatómiai ismeretek. Igen, szükségesek, és az is szükséges, hogy orvos kollégáim tehát részt vegyenek az ilyen továbbképző tanfolyamokon. Ha röviden össze kellene foglalnod a harmadik napnak már csak nem a végén a benyomásaidat, hogy te magad, most nem mint gyakorló orvos, hanem te magad, mit éltél meg, és hogy látod a germán gyógytudományt, akkor mit tudnál mondani? Hát, hogy röviden válaszoljak a kérdésre, én, mint egyéni ember, el tudom mondani magamról azt, hogy meglepődtem bizonyos megoldási kulcsoknál. Én azt hittem, hogy nekem ilyen problémám nincs is, ó, hát én ezt csak hallgatom, majd csak a betegeimnél használom fel. Bizony, hogy ráébredtem bizonyos dolgoknál, hogy bizonyos konfliktusokat, vagy bizonyos dolgokat az életemben nem jól intéztem el. Ezt lehetett volna másképp is, hogyha én ezt időben tudom, de most már tudom, és fogom alkalmazni, és nagyon sokat fejlődtem belőle, és boldog vagyok. Nagyon szépen köszönöm a riportot. Nagyon szívesen.